Üdvözlök minden szurkolónkat! Ma chat nap van. Első kérdés Roberttől. Tisztelt Hemingway úr, a következő játékosok közül mennyien fognak távozni nyáron? Grove King, Gazdag Lanza Fame, Apple, Danilo, Nagy Geri, Bano. Hát, kedves Robert, azt tudjuk, hogy Kingnek lejár a szerződés, hogy távozni fog. Többiekről semmit nem tudunk, ha jön egy visszautasítatlan ajánlat, akkor megfontoljuk. Különben szerződésük van. Van esély, hogy Vadóc, Vécsei vagy Zsótér visszatér hozzánk, akár kölcsönbe is? Nincs. Kérem, igazoljunk 4-5 játékost a hátvéd sorba, mert összesen egy megbízható játékosunk volt hátul, és ő is el fog menni. Köszönöm szépen előre is a választ, üdvözletem Robert. Nem értek egyet, hogy csak egy megbízható játékosunk van hátul, de nagyon akarunk igazolni a hátvéd sorba, ettől függetlenül. Laci 01 kérdezi. Tisztelt Hemingway úr, valakik azt pletykálták, hogy már eladta a klubot, és meg ebben az évben távozik a klubtól. Remélem, ez csak vicc. Ön pontosan tudja, ön nélkül a klub veszélybe kerül. Az összes többi magyar tulajdonos felelőtlen, minket pedig a kormány sem támogat. Be motivated, never give up. Még nem fejezte be a munkát, még egy nagy húzás kell. Laci, hát kedves Laci, 11 éve mondják ezt, 11 éve én erre a kérdésre mindig a következő választ adom. Én nem hirdetem a dolgaimat eladásra. Ha valaki jön, akármilyen vállalathoz, vagy vállalat után érdeklődik, amelyik az én tulajdonomban van, és olyan ajánlatot tesz, amely, mint ahogy a keresztapa mondta, amit nem tudok visszautasítani, akkor én soha nem mondom, hogy nem adom el. De ebben a pillanatban nincs olyan ajánlatom, amire azt mondanám, hogy hát visszautasíthatatlan. Horváth László, tisztelt George F. Hemingway. Nekem a kérdésem az, hogy ha már Puskás Özsit legalábbis jogilag elveszítettük, akkor a többi legendák jogainak megszerzésére tette lépéseket a klub. Elsősorban Bozsik és Tihlajos személyre gondolok. Ti iránt a világbajnokságok statisztikai miatt még ma is sok külföldi futballrajongó érdeklődik. Ez egy összetett kérdés, de a válasz nagyon nehéz. Puskás Ferenc Alapítvány a mi kezelésünkben van. Puskás Ferenc Alapítvánnyal mi ápolhatjuk Puskás Ferenc legendáját és Puskás Ferencet. Tény is való, hogy Puskás Ferenc nevét üzleti szinten levédte a Szőlősi György nevével fémjelzett társaság, és ők árusíthatnak Puskás sört, meg Puskás kolbász, vagy nem tudom micsodát, de Puskás nevével hát ez van. A többi játékossal, vagy nagy játékosainkkal a következő helyzet. A családok rendelkeznek a nevek felett. Mindenféle akadémiák vannak össze-vissza. Aki akadémiát akar elvezetni nagy játékosról, az megkéri a család engedélyét. Bozsikék megadták az engedélyt. Grosics és Kocsis, azt gondolom, és mások is. Ezzel nem sokat tudunk tenni. Mi nekünk nem az a gondolatunk a legendák ápolásával kapcsolatban, hogy kolbászt adunk el a nevükkel. Ez valahogy nekem nem jön be. Lehet, hogy talán túl amatőr vagyok, de nekem ez nem jön be. De mi mindent megteszünk annak érdeke, hogy mindenki tudja, hogy ezek az emberek itt nálunk voltak. Mondok Gyé kérdezi. Tisztelt Hemingway, gondolkozott-e már a futsal szakosztály indításáról? Gondolkodtam és elvetettem. Marton Gábor, Hemingway miért akarja annyira eladni a klubot? Ezt olvasni mondanám mostanában mindenhol. A Donald Trump is 70 éves kor után került a csúcsra. Hol vagyok én még attól? És mások is. Az ön pályafutása összeködött a Kispestről. Mit akar csinálni ezután? Pecázni? Nem horgászom. Ugyan. Fel kellene vinni a klubot ismét a csúcsra, bejutni egy nemzetközi kupa csoportkörébe. És kinevelni egy-két valódi magyar sztárjátékost. Hát, kedves Gábor, én nem értem ezt, hogy miért akarja annyira eladni a klubot. Ezt olvasni mostanában mindenhol. Megmondom őszintén, én nem olvastam. Az egyik ilyen, hát, hogy is mondjam csak, teljesen elbulvárosodott honlapon olvastam valamilyet, vagy küldtek nekem erről valamit, de én nem olvastam erről semmit. Én nem tudok mit mondani. Amit mond a horgászásról, azt cáfolhatom.
pecázni nem kívánok, de szívesen vagyok gyerekeimmel, szívesen foglalkozom ingatlannal, és más dolgokkal is. De az a Honvéd az egyik legkedvencebb helyem, amit hát eddig is csináltam, és én nagyon szeretem. De én már beszéltem az eladásról előbb, de nem fogom azt megismételni. Bajnok csapat írja. Tisztelt Hemingway úr. Első kérdésem arra gondolt, hogy vannak-e már esetleges távozók alapcsapatból, akik az ősztől nem számíthatunk. Igen, tudjuk, hogy Bobal Dávidnak és Kingnek lejáró szerződése van, és ők minden valószínűleg nem lesznek velünk. Szerintem a védelmet mindenképpen helyre kéne tenni, a kapott gólok sajnos magukért beszélnek, illetve egy szervező középpályás is hiányzik. Ebben egyetértek. A második kérdésem arra vonatkozna, hogy jövő össze az MTK pályán kerülnek megeredés hazai bajnoki mérkőzések? Válaszát köszönöm, további szépen, hogy igen, jövő évtől most hamarosan elkészül, mert nagy ütemben dolgoznak. Hamarosan elkészül utánpótlás központ, ahogy elkészül, átköltözünk, és akkor elkezdik a bozsikot bontani, és akkor az MTK pályán fogunk játszani a következő szezonban. Oda fogjuk a bérleteket árusítani. Hegedű Soma kérdezi. Tisztelt George F. Hemingway. Az én kérdésem az, hogy utólag már nem ismeri el, hogy jobb lett volna áldozni Ikenne Kingért és Bobál Dávidért. Téli igazolásról lát, hogy igazán minőségi játékos nagyon nehéz találni ingyen. Mindkettő még fiatal játékos, évek lehettek volna alapja a csapatnak. King szerintem az egyik legjobb játékos az egész bajnokságban. Sok sikert a munkájához. A válasz az, hogy nem kellene áldozni, hogy nem tettem volna jobban, ha áldozok Kingért és Bobálért. Nagyjából ezek a játékosok külföldön akarnak játszani. És amiket ők szeretnének, és én nem is mondom, hogy ne szeressenek, azok olyan összegek általában, amit a Honvéd semmiképpen sem tudnak kifizetni a jelenlegi állapotban. Mindketten fiatal játékosok, azért ne felejtsék el, majd hozunk játékosokat. Amikor King idejött, majdnem mindenki mondta, hogy mit csinál itt, meg ez, meg az, meg nem kell itt. Bobál Dávidot sem nagyon sokan nem kedveltek, mégis mind a kettő kiváló játékos. Tehát találunk majd játékosokat. Igen, nehéz minőségi játékos hozni, nagyon nehéz. 1909 Foravé kérdezi. Én elégedett vagyok Subka Attila munkájával. Az én probléma, hogy Nagy Gergő miért nem válogatott még? Egyértelműen lehetett látni a videóton, Újpest ellen is, hogy felülmű a riválisok középpályásai. Pátka ugyan több gól lő, de nagy összjátékban, szerelésekben egyszerűen sokkal jobb. Szerintem gazdag is jó lesz egy-két éven belül a klub, miért nem ajánlja be a legjobbait a válogatotthoz. Hát ez azért nem így megy. A válogatott szövetségi kapitánya, meg a harmad emberek, azok jönnek ide, megnézik őket, és ők eldöntik, hogy miért nem, én nem tudom. Amit Nagy Geriről mond, én ezzel egyetértek, gazdag, nagyon jó játékosok, és tényleg olyanok, akik meghalnak a pályán, ami válogatottra ráférne. Tehát ez nekem semmi közöm. Ezt a Likens úr és esetleg mások döntik el. Következő kérdés Mortáltól. Kedves Hemingway, milyen posztokon akarja megerősíteni csapatunk keretét? A védelem gyengének tűnik így, ha Európa Ligába jut a csapat, komolyan erősítés várható? Kérdőjön. Én soha nem erősítettem, vagy erősítek Európa Ligára persze. Egyetértek, hogy bizony kellenek játékosok. Ha azt tehetném, amit akarok, és megkapnék mindent, amit szeretném, szeretnék, azt mondom, hogy két játékost belső védőposztra, hogy megvegyünk számukban, még egy embert a bal oldalra, szeretnék egy irányító középpályást, esetleg még egy védőt tartalékba, és ha valakit eladunk a támadósorból, akkor feltétlenül szeretnék valakit a helyére. Tehát például, hogyha eladunk egy Apple-t, mindenképpen szeretnék valakit a helyére. Ez azért is nagyon fontos, mert ugye kicsit talán ellustultunk abban a tekintetben, hogy 3 éven keresztül elég, hát nem kellett nagyon sok játékost igazolnunk, ugye?
Rossi alatt sem, meg aztán a holland, meg Attila, Zsuk Attila alatt sem. Volt egy nagyon kemény magunk, 7-8-9 játékosból álló magunk. És ez igazoltunk egyet-kettőt, általában akkor jól igazoltunk, akkor szerencsénk is volt talán, de nem kellett sokat igazolni. Na most téli igazolásaink közül úgy néz ki, hogy Heffler és Kukocs nagyon is bevált. Olvastam a szurkolóktól kritikai megjegyzéseket Toncsi Kukocsal kapcsolatban. Azt kell mondanom, ezek igazságtalan nagyjából. Egy jó játékos ő, talán attól, hogy milyen formációban játszunk, hogy ő hova fér bele, lehetséges, hogy az ő igazi posztja egy 4-4-2-es felállásban, a második sorban, bal oldalon van. Nagyon gyors is, nagyon jól ad be, kemény is. Ha van valamilyen gyengesége, vagy gyenge oldala, az talán a védelmi oldalon van, ilyen kis kürge szélsőkkel, és nem biztos, hogy az ő jó helyes pozíciója, de mindenképpen jó játékos, azt gondolom. Gallipoli kérdezi, tisztelt klubelnök úr, hagyd mondjam el őszintén, én nem vagyok klubelnök, nekem semmiféle pozícióm nincs, de köszönöm Gallipoli, hogy ezzel nehezen titulussal megtisztelt. Bocsássa meg az őszinte kérdését. Mit gondol arról, hogy már harmadszor egymás után fog feljutni falusi csapat az NB-be, Gyirmót, Balmazújváron és Kismárdon? Önök miért nem adnak őszintén visszajelzéseket kormányzat felé, hogy ez torzá teszi a focinkat? Közben nagyvárosi csapatok, például Sopron, Szeged sínlődnek a második, harmadik osztályban. Nem próbáld még beszélni személyesen Orbán Viktor úrral, hogy a Honvéd is érdemelne támogatott. Tehát itt két kérdés van, egyik a bajnokság összetételéről, a másik pedig a Honvéd esetleges támogatójára. Ugye itt Magyarországon európai stílusú bajnokságok vannak. Ez azt jelenti, hogy aki megnyeri a bajnokságot, az feljut. Aki kieső helyen, az kiesik. Most ebben a struktúrában magyar futban talán eltart 12 csapatot, vagy 10-et, többet nem nagyon, ahogy vagyunk. Ha egy profi ligát csinálnánk, akkor minden valószínűleg szerint, külön az MLS-től, de mondjuk az MLS irányítása alatt természetesen, mint mondjuk a Angliában, szintén van egy profil liga, ugye Premier Liga, az FA irányítása alatt, akkor talán 20 csapat is elmenne, és lehetne akár egy nem kieséses bajnokságot csinálni, egy olyan bajnokságot, egy csapat esik ki, és akkor meg lehetne válogatni a csapatokat, amelyik följutnak, amelyik ennek. Itt azt gondolom, hogy aki megnyeri az NB1, NB2-t, vagy aki második az NB2-ben, és feljut, ez a saját érdemei alapján jut fel. Nem lehet mondani egy csapatnak, hogy ott egy falusi csapat vagy, te ne juss föl, vagy mi nem engedünk, hogy begyere. Ez teljesen igazságtalan lenne. Ha mi csinálnánk egy profi ligát, ott meg lehet válogatni, ki játszik benne. Arra a kérdés, hogy hát miért nem kérek a miniszterelnök úrtól egy támogatót, hát ez nem így megy, hogy a magyar miniszterelnök osztogat támogatókat. Vannak csapatok, amelyek szerencsésebbek ebben a tekintetben. Lehet, hogy talán jobban beépültek a magyar üzleti életbe, talán olyan tulajdonosok vannak, akiknek jobb, többet embert ismernek, akiknek adnak pénzt. Én sajnos azt kell mondanom, hogy eddig ilyen a Honvéddal kapcsolatban nem történt, és hát az van, ami van. Szóval én csak magamat tudom ajánlani ebben a percben. Sajnálom, de így van. Következő kérdő, egy hölgy, Amanda. Tisztelt elnök úr, két kérdésem van. Egy, tervezi-e, hogy a női szakák feltétele javítsa, amelyen elkezd új edző komplexum? Hát Amanda, én őszinte leszek magával, mert miért ne, ha már ilyen kedves és kérdez tőlem. Én a
mostani körülmények között nem tartanék női szakágat. A női szakág egy dolog, amiben mi csomó pénzt bele kell tennünk fölöslegesen, és minket nem támogat senki. Nem az MLS, nem ez, nem az. Alig kapunk valami kis pénzt az MLS-től ezért. És mi tulajdonképpen csapatokat állítunk ki azért, mert kényszerít minket az MLS, megerőszakol minket, ha tetszik. Úgyhogy az új komplexumban, új edzőkomplexumban a női szakág feltételei javulni fognak, mert mindenkinek a feltételei javulni fognak az új edzőkomplexumban. És a második kérdés, mi a női szakág szakmai képzési koncepciója, kik és hogyan alkotják ezt meg, és ki ellenőrzi a koncepciónak a megvalósulását. Szóval mondom még egyszer, ha rajtam múlna, a Budapest Honvédnak nem lenne női labdarúgó csapata, talán jó lenne, kicsit belemennék ebbe. Azt gondolom, hogy a női labdarúgás nagyban hozzájárul a labdarúgás szép jövőjéhez. Tehát ennek kapcsán azt mondanám, hogy nagyon jó dolog, hogy van női labdarúgás. Ami nem jó, hogy ez kényszerből van. Tehát az kellene, hogy a lányok játszanak, aki akar lánycsapatokat indítani, női csapatokat indítani, az indítson, de senki se legyen rá kényszerítve. Mert akiket rá kényszerítenek, azok ilyen nagyon rossz szájízzel csinálják. Én is így vagyok vele, megmondom magának őszintén. Rossz szájízzel csinálom a női labdarúgást. Na most próbáljuk a legjobb körülményeket biztosítani a lányoknak, de bizonyos feltételek mellett. Tehát nagyon sok pénzt nem tudunk kiadni erre, mert nincs. Tehát elég nekünk a sok minden kényszert, amit ránk kényszerít az MLS, valahogy menedzselni, még egy pupa hátunk van. Szóval sajnos ez így áll. Ha lenne egy szponzorunk, aki szponzorálja a női labdarúgást, vagy az MLS adna megfelelő pénzt erre az üzletágra, akkor azt mondom, akkor szívesen csinálnám. De így nagyon nehéz. Következő Red Black fan. Mr. Hemingway, tényleg igaz, hogy eladta a klubok? A válaszom nem. Következő kérdés öcsitől. Tisztelt Hemingway úr, nem bánta meg, hogy nem tudott végül megjegyezni Marco Rossival? Dunahelye szerdán sikeresen dolgozol a szakember, ön szerint vele sem lett volna esélyünk a bajnoki cím megismétlésére. Utolsó kérdés válasz először, úgy gondolom, hogy semmi esélyünk nem lett volna a bajnoki cím megismétlésére. Duna szerdán is sikeresen dolgozik, már igen. Marco Rossi Duna szerdán is sikeresen dolgozik, mert egy nagyon jó edző. Első kérdés, nem bánta meg, hogy nem tudtam megjegyezni Marco Rossival? Nem bántam meg, tehát semmit nem csinálnék máshogy, mint ahogy csináltam akkor. Szerettem volna, hogy Marco Rossi marad itt? Persze, szerettem volna. De tehát az egész történet, nagyon egyszerű történet, egy nagy sztorit csináltak belőle, de nagyon egyszerű történet. Tavaly február táján ügyvezető igazgatóm ajánlotta Rossinak, hogy hosszabbítson szerződést egy évre. Rossi azt mondta, hogy nem, hogy miért, azt nem tudjuk, de lehet, hogy azért, mert azt gondolta, hogy neki sokkal több pénzt kell keresnie. Egy hónappal később én is behívtam, és megkérdeztem, hogy szeretne hosszabbítani, pénzről még nem volt szó. Nagyon ingerültem, hogy nem, ő nem, mert nem tiszteli. És azt mondta neki, hogy Márko, mielőtt még valakivel szerződünk, megint behívlak, és megint felajánlom neked, hogy üljünk le és beszéljünk a hosszabbításról. Ezt megtettem, azt mondom, hogy május elején, megint teljesen elzárkozott ettől, mire én azt mondom, hogy jó, köszönöm, sok sikert neked, és valaki máshoz szerződtünk. Szóval nem csinálnék semmi sem más, hogy azt a pénzt, azokat a pénzeket, amit fizetnek a Dunaszerdán, én nem tudom megtudni. Alex kérdezi, tiszteltem én őt. A tavalyi bajnoki címmel ön már örökre beírta magát a Kispest futball történelmébe. Hálás köszönet érte. Az idei év már egy borzalom a tavalyhoz képest, gondolok a rengeteg hazai vereségre, a megalázó, bántó, gyerekes hibákból kapott gólokra. Nem gondolja, hogy át kellene adni a helyét másnak, aki komolyabb anyagi háttérrel rendelkezik? Alex, tessék hozni egy ilyen embert,
leülünk beszélni. Csinom Pál, a következő kérdező. Tisztelt Hemingway úr, ha van egy szép házam, a szereti csinosítgatja, ragaszkodnak a családtagja is, de picit drágul a fenntartása, akkor eladja, hogy rövidtön spóroljon? 99%-ban kiderül, rossz döntés volt. Fél évente rájön, az se jó, az se jó, aztán mire sorozatos költözések után talál újra megfelelőt, gondolom, hogy mindig a házról beszélünk, végül sokkal drágább, mint amilyen került volna, ami bevált. Megéri? A játékos edző politikára célzok. Remélem tanult a hibáiból. Ez sok sikert kívánok, Palkó. Hát Palkó, én a hibáimban általában tanulok, de ezek nem voltak hibák. Azt kell mondanom, hogy az edzőkkel jól sáfárkodtunk. Én is sajnálom, hogy Marco Rossi left, de az eredmény szerintem nem lett volna más, mint ami most is lett. De itt nem erről van szó, tehát itt arról van szó, hogy van egy bizonyos összeg, van egy bizonyos alap, amivel gazdálkodni tudunk. 2015 óta különösen, mióta hozták a magyar szabályt, meg a fiatal szabályt, amit most jövőre már eltöröltek, a játékosok ára, a magyar játékosok ára nagyon felment. És nagyon nehéz jó döntéseket hozni. Nem arról van, hogy valami kicsit drágul, hanem arról van, hogy magyar játékos, aki az NB1-ben, NB2-ben, három évvel ezelőtt kapott volna 500.000 forintot, az most 1,5 millió forintot szeretne. Egy játékos, aki kapott 1 millió forintot, most 3 millió forintot szeretne. Igen, így van. Tudom, hogy nehéz ezt elhinni, nehéz ezt feldolgozni, de ez valóban így van, és sok hibás döntés született, általában nem nálunk, azt kell mondanom. Nem arról van szó, hogy mi nem adunk emelést embereknek, vagy mi nem gondoljuk, hogy jól kell velük bánni, hanem arról van szó, hogy a környezet nagyon nehezé teszi az emberek megtartását. Sándor, óriási hiba volt Costa elengedése, és hiába hivatkozik a hollandra. Ön is nagyot hibázott. Csak úgy, mint amikor nem igazoltunk normális védőket, és szakmányban kapjuk az óvodás gólokat. Ön mit gondol erről? Nem tudom mit mondani semmit, csak azt, amit a Costáról, jó játékos, nem gondolom, hogy hiba volt elengedni. Itt nem játszott volna, ott játszik és fejlődik. Tehát én azt tettem, amire azt gondolom, hogy helyes volt, most is azt gondolom. Ebben az évben sem játszott volna. Tehát most itt lenne, Lanzafáme és a Apple helyi nem játszott volna, odavaló. Nem igazoltunk normális védőket, szakmányon kaptuk az óvodás gólokat, én is azt gondolom, hogy szakmányon kaptuk az óvodás gólokat. Erre nagyon sok válasz van, hogy miért, de hát ez hosszú elemzés lenne, mert nem egy emberről van szó, hanem többről, hibákról, és így tovább, játékos és edző hibákról, úgyhogy ezt nehéz megemészteni nekem is. Következő kérdés Ernest Hemingway-től. Na, úgy tezik, tisztelt rokon, mekkora esélye van arra, hogy Lanzafáme megtartsuk a nyárban is. Van az a pénz, amit eladná akár egy másik NB1-es csapatnak? Nem tudom, ha olyan ajánlat jön, amit Lanzafáme el akar fogadni, akkor nagyon nehéz lesz megtartani. Ezt mondom. Nem én mozgatnám ezt a dolgot. Nem szeretném egy másik NB1-es csapatnak eladni. Külföldi csapatnak mondom az ajánlat olyan, ami Lanzafáménak megfelel, meg nekünk is. Meg kell gondolni. Az erősítések oldalán lehet lehetőség egy-két hozzá hasonló kaliberű játékos megszerzésére, vagy nem tudunk annyira zsebünkbe nyúlni. Köszönöm a válaszát, Ernest. Nehéz, szóval gondoljunk, legyünk alázatosak, de gondoljunk arra, hogy ő a mi Messi. Most Barcelonával elmegy Messi. Fognak 2-3 Messit hozni? Tudnak 2-3 Messit hozni, akkor csak akármennyi pénzük van? Nem hiszem. Én azt a feladat adtam ki az embereinknek, hogy inkább kevesebb játékos hozzunk,
de hozzunk két-három magas kaliberű klasszis játékos. Sikerül vagy nem sikerül, azt nem tudom, de borzalmasan nehéz. Elkezdtünk dolgozni rajta már két-három hónappal ezelőtt, most is dolgozunk rajta, minden nap dolgozunk rajta. Jönnek majd játékosok próbajátékra, de nem, tehát a zsebünkben nyúlom. De ez nem zsebenyúlás kérdése, mert annyira nem tudunk a zsebünkben nyúlni, hogy olyan játékosat hozzunk, akik jóval többet kérnek, mint amit mi tudunk adni. Tehát csak ott a határon tudunk mozogni. Ez egy nehéz kérdés. A következő kérdés Zolitól. Tisztelt tulajdonos úr, mikorra lesz kész utánpótlás centrum? Hát most azt mondják nekem, hogy június végére meg lesz. Azért azt mondom, hogy most azt mondják nekem, hogy nem mi építjük, és abból indulok ki, amit mondanak nekem hivatalos szervek, remélem így is lesz. A lesz lehetőség arra, hogy szurkolók is megtekintsék, bejárják az utánpótlás centrumot, hasonló úgy, amikor a Bozsik stadiont is bejárhattuk, abszolút, meg fogjuk csinálni. Amikor mi belaktuk a helyet, ott vagyunk, és tudjuk, hogy merre van a toalett, akkor a szurkolók is meghívjuk, hogy nézzék meg. Mikor kezdik a stadion bontását, építését? Ahogy véget ér az utánpótlás centrum építése, azonnal el fogják kezdeni szerintem. Már most dolgoznak az ajánlatokon. Mikor kezdik a stadion bontását, építését? Hát akkor. A 2018-19 szezon hazai meccsét már az MTK pályán játszunk? Igen. Lesz búcsú meccs a Bozsik stadionnak? Ezen még dolgozunk, de beszélek a marketinggel, én azt gondolom, hogy ez egy okos dolog lenne, hogy legyen. Bob Barking marad? Nem. Köszönettel, Zoltán. János 50 kérdez. Új csapatot kell építeni, idézem önt. Kérdésem, hogy már vannak kiszemelt játékosok, vagy tárgyalás alatt levő külföldi, vagy magyar játékos? Köszönöm válaszát. A 10 magyar játékos szemeltünk ki, akikből válogatnánk különböző posztokra. Én ezt a részét elég reménytelennek látom. Beszéltem egy jó kis játékossal. Szóval addig, amíg kieső csapatok, vagy kiesésre kártozható csapatok tudnak 10-12 ezer eurókat fizetni nem meghatározó játékosoknak, addig nekünk nagyon nehéz. És nagyon nehéz is marad. Azt gondolom, ha lesznek jó igazolásaink, és én biztos vagyok benne, hogy lesznek, azok külföldről jönnek. Ha el tudunk egy-két magyar játékost kapni, valamilyen oknál fogva, akik Honvédhoz, egy bajnok csapathoz, Puskás Ferenc csapatához egy jó közösségbe szeretnének jönni, akkor azt én szerencsésnek tartom. Külföldiekkel azt gondolom, hogy igen, külföldiek talán kicsit könnyebbek ebben a tekintetben, mert többen vannak. Mészáros mondja, tisztelt elnök úr, Csányi úr 2015. május 2-án sajtótájékozott tartott többek között a női futballban elért eredményeket méltatta. Kiemelte dr. Törökbetés csapatát, aki koncepciót kidolgozták, és kijelentette, hogy ezen úton fognak tovább haladni a jövőben is. Valamint javasolt az MLS által június 6-án megrendezésre kerülő Magyar Női Labdarúgás Napja elnevezésű rendezvényre invitáljuk meg a klubok vezetői tulajdonosait. Részt vesz majd rendezvényen? Nem. Tisztelt Hemingway úr, gondolkodik edzőcserén? Nem. Szabó Anita kérdezi. Tisztelt Hemingway úr, most, hogy Kabangu nem írta alá a távozását, és marad, kap esetleg több szerepet? Mert már az NB3-osan játszik. Köszönöm szépen a válaszát. Hát én nem értem, hogy mi az, hogy Kabangu nem írta alá a távozását. Kabangunak szerződése van. Szerződése van Honvéddal. Még egy jó ideig, nem tudom, még egy vagy két évig. Kap esetleg több szerepet. Ez attól függ,
elég sokszor sérültet jelentett. Legutoljára ma reggel mondta, hogy fájt térde. Úgyhogy így nehéz. Amennyiben az edzők úgy gondolják, hogy megüti azt a szintet, hogy játszon az NB1-be, most az NB1-es csapatról készül, akkor játszhat, tehát természetesen, nem az lenne jó. Hát ezt tudom mondani. Artur kérdezi. Kedves emlékül, mi a vélemény Gazdagdán idei teljesítményéről? Nagyszerű teljesítmény nyújtó. 2 éves szerződése van még, tervezik az eladását? Nem. Nem tervezik az eladását. István Kozma. Tisztelt elnök, a Pison Pista lehet egyszer a felnőtt csapat edzője? Eppelért most kaphatunk pénzt, így őt értékes kívánja? Miért ne lehetne Pison Pista egyszer a felnőtt csapat edzője? Eppelért most kaphatunk pénzt, hát ha jön egy jó ajánlat, ezt már nyáron is mondtam, mi minden játékossal kapcsolatban megfontoljuk. Ha Eppelre jön egy jó ajánlat, természetesen ezt is megfontoljuk. Tisztelt tulajdonosok, ki az önök 3 kedvenc játékos a mostani csapatból és miért? Na hát András. Tudja, hogy én nem válaszolhatok erre a kérdést. Képzel, hogy mi lenne, a tulajdonos elmondaná. Szóval, amit megkérdezi az operaházban a balettmester, ki a 3 kedvenc balerinája. Ettől a pillanattól kezdve az összes többi balerina haragudna rá. Oké? Azt annyit elmondhatok, hogy az én kedvenceim azok az akadémiáról származnak általában. Csilla, Hemingway úr, nem bánta meg, hogy nem tenni, hogy egyben tartsa a bajnok csapatot? Ha marad Hidi, Zsótér és főképp Rossi, akkor a BL továbbítás meg lett volna. Hát ezt nem tudjuk, Csilla. Én mindent megtettem, hogy egyben tartsuk a bajnok csapatot. Mindent, ami tőlem telhető volt, Hidivel kapcsolatban, Zsótérrel és Rosszival kapcsolatban is. Tisztelt emlékből, ki az ön kedvenc fiatal játékos a csapatban? Gondolok itt a 25 év alatti akarom. Kedves Tamás, erre én nem válaszolhatok. Ugyanazért, amit előbb mondtam, nekem minden fiú, aki az akadémia jön, én nagyon szeretem őket. Éveket, 4, 6, 10 évet töltöttem velük, nyilvánvalóan olyan, mint a saját fiaim. Német Laci kérdezi. Kedves Hemingway, olvassa a www.csak.touch.hu oldalt. A nagyon jó szurkolók mellett nekünk van a legminőségibb és szakmaibb blogunk. Azt nem állítom, hogy állandó olvasó vagyok, de kaptam onnan elég sok információt. Peti, ki az, aki biztosan távozik majd a felnőtt csapat keretéből? Zsótér visszatérése van lehetőség, Supka Attila marad. Aki biztosan távozik, az az, akinek a szerződése lejár. Tehát Babál, Dávid, King biztosan távozik. A többiek akkora jönni a ajánlat, amit mi elfogadunk. Zsótér visszatérésére nincs lehetőség. 2-szer beszéltem Zsótér Donátról, Dusateli úrral, az Újpest tulajdonosával, és én úgy éreztem, hogy ő nagyjából teljesen elzárkózott ettől. Supka Attila marad, igen. Németh Laci, szintén csaktacs.hu. Fontos lenne, hogy például elolvassa azt a szakdolgozatot, ami a szurkolói szlengekkel foglalkozik, a segíteni, megérteni, mit miért mondunk, és az mit jelent. Mikor jön át hozzánk a kanyarba? Laci, én egész jól beszélek magyarul. Mikor jön át hozzánk a kanyarba? Egyszer át kellene menni. Valamikor régebben, évek ezelőtt többször átmentem. Most annyit tennivalom volt, hogy nem, de majd átmegyek. Zarzicki, Maksó Gyula. 2 nehéz meccsön, Ferencváros videóton. Hány pontot vár? Továbbá lát esélyt az európai szereplésünkre. Hát Gyula, nekünk van a legnehezebb sorsolásunk a következő 3 meccsre. A hány pontot várok? Ilovszki Rudi bácsiról van ez az anekdóta, hogy az év elején, a szezon elején mindig kezébe vette a szezon mérkőzéseinek a szezon mérkőzéseit, és mondták, hogy menjünk át, hogy mit nyerünk, mit nem nyerünk. És akkor mondták, oké, mérkőzés, Fradi ellen. Ezt megnyerjük 3 pont. Honvéd ellen, ezt megnyerjük 3 pont. Itt jön az Újpest.
azokat megérjük, idén nem olyan erősek, gyengék, áramot. És akkor megkérdezték tőle, hogy de Rudi bácsi, hát minden mérkőzés, azt tervezzük, hogy minden mérkőzés megérjük, azt mondjam, hát a győzelmeket betervezzük. A vereségek azok jönnek tervezés nélkül is. Na hát én is ezt mondom, hány pontot várok a következő három mérkőzés? Hát 9-et. Szóval, hogy mennyi lesz, azt nem tudom. Ha a következő három mérkőzést megnyerjük, akkor biztos vagyok benne, hogy lesz európai kupa indulás. Ha nem, akkor hát a jó, Isten tudja csak, hogy a Debrecen meg a többiek mit csinálnak. Szóval nem tudom. Tisztelt Emil, 5-8-9-1-0-4-0-2 kérdezi. Tisztelt Emil, olyan tehetségeket, mint korábban Abraham, Danilo, Benjamin, Diego vagy Ikenekin voltak, akik 19-20 éves jöttek ide, miért nem próbálunk hozni megint? Brazil, vagy afrikai, esetleg olasz, spanyol tehetségeket próbálunk. Nagyon próbálunk. Persze, hogy mondjam ezt, azért nem könnyű, de próbálunk. Tényleg próbálunk. Kérdező Norbert Irimescu. Kedves Emilio, Honvédnek mindig is helye van a szívemben. Kint Skóciában tanulok edzőnek, jelenleg az Aberdeen egyenemi csapat edzem. Milyen tanácsadó jövőre tekintve otthon akarok majd elhelyezkedni valamikor? Hát Norbert, az első tanács, amit adnék, hogy maradjon ott. Valószínűleg ott sikeresebb lesz. Mert már ismerik, tisztelik, van már állása, feljebb tud lépni. Ami Magyarországot illeti, itt borzalmasan nehéz edzői állást kapni. Ha ide jön, akkor minden bizonnyal legjobb esetben utánpótlás csapatot kap, aztán dolgozza felfelé magát. Én magamról tudom, hogy milyen nagy bajban vagyok, amikor edzőt keresek Magyarországon. Mindig csak két, én ismerem az összes edzőt, meg tudom, hogy kinek van plojszencem. 2-3 név jut eszembe csak, akit én el tudnék képzelni Magyarországon, majd az én csapatomnál. Szóval ez egy nehéz dolog. Bonat 10 kérdezi, tiszteletem Iván Lovrics, ami a helyzet, miért csak az NB3-ban játszik. A Iván sérült volt, volt egy pár rossz mérkőzése is, most az NB3-ban kezd visszajönni, és már azt hiszem padozott is utolsó mérkőzésen. A következő kérdés Topa Zoltántól. Tiszteletem, Igor, biztos van már válaszol korábban, én most tudtam bekapcsolódni. Mi lesz a keret jövője? Ezt elmondtam, meglátja majd, hogy miről beszélek, mit mondtam. Két ember biztosan elmegy, Babál és King, többiek akkor kapunk rá ajánlatot, mert sok embernek lejár a szerződés, nem sok embernek jár a szerződés. És aki érkezett, tényleg nagyon-nagyon gyenge, Kukocs, Kossuth, gyengék, erről is beszéltem. Valami jövőkép, új játékosok, irányító középpályás lesznek. Hát azért kérném Zoltán, hogy olvass el, amit eddig, vagy hallgassa meg, amit eddig mondtam. Nagyon sok mindent megválaszoltam. Azt gondolom, hogy lesznek játékosok, új játékosok hozunk. Több is lesz. 5 és 8 között szerintem lesznek új játékosok. Ez a szám van a fejemben valahogy. Polgár Ferenc, ha mindig csak a haverok, menedzserek és tulajdonosok döntenek a csapatokról szakmailag és anyagilag, lehet-e erőlépés ön szerint a magyar fociban gazdaságilag vagy szakmailag egyaránt? Jó kérdés, de azt kell mondanom önnek, kedves Polgár Ferenc, hogy nem a tulajdonosok döntenek. A tulajdonosok egy MB1-es bizottság nevű gittegyletbe küldhetik a delegáltjaikat, és ők semmiről se döntenek, vagy majdnem semmiről. Nem tudom a válasz, én borzalmas nagyra tartom azt, amit a kormány csinál 2010 óta, a rengeteg áldozat, a politikai erőfeszítések ebben az irányban. Én azt látom, hogy nagyobb előrehaladás lenne, ha egy pár dolgot meglépnénk. Nem tudom, hogy olvassa a Sport Plus nevű heti lapot. Hiszem 2 hete csütörtökön jelent meg egy cikkem. 6 olyan problémáról, amit ha úgy gondolom, hogy megoldanának, akkor sokkal jobb lenne a magyar labdarúgás hosszú távon. Én hosszú távon gondolkodom ilyen tekintetben. És azt gondolom, hogy ha tulajdonosok döntenének,
akkor azt gondolom, hogy sokkal nagyobb erőlépés lenne, vagy lett volna már. A másik meg, hogy a magyar gazdasági szektor nem támogatja a labdarúgást. Addig, amíg az üzlet nem támogatja a labdarúgást, nagyon nehéz egy másik szintre lépni. Higgyenek, hogy a világ minden ország, még Albániában is támogatják. Itt nem. Nagyon nehéz megmondani, hogy miért. Pedig olyan kapunk nagyon jó kormányzati támogatást, infrastruktúrába, az ifjúságnak, és valahogy az üzleti szektor kimarad ebből. És elég csúnyán viselkedik, azt mondom. Ha van itt egy húnyó valamelyik szektorban, az üzleti szektor. Kérdező 3 LLL. Tisztelt Emingvi úr, én nagyon örülök, hogy Sopron a csapat edzője. A fanyalóknak üzenem, hogy érdemes megnézni a Sopron csapatát. Tavaly nyáron eljött onnan, erre Sopron tök utolsó lett. Remélem Attila is kap minőségi játékosokat, hogy 2-3 ilyen belül bajnok csapatot építessen. Tisztelettel, LL. Osztom a érzéseit, köszönöm a jó kívánságait. A Szabó Andor kérdezi, Puskás Suzuki kupában kissé irányított sorsolásod, a Genket, a Real Madrid, a Sportingot kaptuk a csoportba. Mit jósolom a Real elleni mérkőzésre, illetve hány helyen fog végezni ön szerint az U17-es csapatunk? Andor, ebben az évben az U17-es csapatunk az eredmények alapján, hogy én látom, U15, U16, U17, U19, a U17 messze a leggyengébb csapatunk. Úgyhogy ebben az évben nem várok színvédést, nem várok, hogy fantasztikus szerepeljünk, de hogy a fiúk megtréfálnak, és nagyon szerepelnek, de nem érzem, hogy egy nagyon erős csapatunk lenne ebben az évben sajnos. Következő kérdés, Meyer. Jó napot kívánok, mit gondol a szélső játékosainkról? Én úgy látom, és nem akarok nevet mondani, hogy van egy játékos, aki évek óta nem tud fejlődni szélsőként, pedig nagy tehetségén indult. Azért én kérdezem, hogy ezek a fiatal játékosok tisztában vannak azzal, hogy csak úgy lehet fejlődni, ha valaki sok külön ezés is csinál. A világ legjobb szélsői például mind gyakorolják a cseleket, beadásokat King is így javult az utóbbi években. A fiatal játékosok nincsenek tisztában azzal, hogy csak akkor fejlődnek, ha nagyon sok extra munkát végeznek. Nem azért nincsenek tisztában, mert mi nem mondjuk ezt el nekik, hanem azért, mert olyan világban élnek, hogy az emberek valamit, sok mindent akarnak semmiért. Ez én véleményem. Teljesen igazán Kinggel kapcsolatban, hogy idejött elég gyenge volt, és nagyon megjavult most már, hát mindenki hiányolja. Kérdező Vyacheslav Jeremejev. A változó MLS szabályozás kapcsán mi lesz a várható stratégia? Visszalépünk a 2008-13 időszakba, olcsóbb légiósokra felállva, és a magyar első és másodszor értékezett MFA-sok játékperci utáni bevételre alapozunk, hogy maradna az elmúlt 2-3 év végre értelmezhető, masszív, fiatal beépítő és kevés, de minőségi igazoláshoz iránya. A Kossuth-Kukocs vonal kicsi ijesztő irány mutat ezen a tavaszon. Az utolsó megállapítással nem értek egyet. Nézzen ide, az ember tesz valamit, próbál egy irányba elmenni, aztán a kritika az utána fogalmazódik meg azzal kapcsolatban, amit az ember csinált. Tehát próbálunk minőségi játékosokat hozni, hogy ez mennyire sikerül, nem tudom. Sajnos azt gondolom, hogy a magyar játékosok szerződtetése nagyon nehéz, és leginkább légiósokkal lehet próbálkozni, de marad, hogy mondjam ezt, a masszív fiatal beépítő program, 4-5 játékos jön még fel a mostaniakon kívül az akadémiáról, de nem lehet tőlük várni, hogy irányítók legyenek, de jönnek, és megpróbálják a legjobb játékosokat értékesíteni. Aztán maguk majd eldöntik, hogy jól vagy rosszul cselekedtünk. Kalicka László, tisztelt elnök úr, mit lehet tudni a női csapattal kapcsolatban? 3 női csapatunk lesz a következő évben, azt hiszem U15, U16 és U19. Azt hiszem még egy edzőt hoztunk, mert kell az új csapathoz. Egy nagyon jó irányító vezetőedző van a női ágban. A Magyar Labdarúgó Szövetség
licensz és a versenykírás kapcsán kötelez minket a női csapatok szerepeltetésére. Mi ennek eleget teszünk, és minden, amire a Magyar Labdarúgó Szövetség feltétlenül kötelez minket ezzel kapcsolatban, meg fogjuk tenni. Polgár Ferenc kérdezi, nem kívánja bővíteni a stábot videóelemzés terén az utánpótlás csapatainál? Nagyon jól el vagyunk látva. Van videóelemzőnk, utánpótlás csapatoknál is jó munkát végeznek. Hemingway, mi történt az U19-es csapatunkkal? Nem mérges, hogy már egy megnyert bajnokságot buktunk el? Én az vagyok, és nem értem. Hú, de mérges vagyok. LL junior, aki kérdez ki, jó, de mérges vagyok. Nagyon mérges vagyok. Egymással elvesztettek 3 mérkőzést, és hát nézzen ide, ennek minden bizony több oka van. Aki ismer engem, az tudja, hogy biztos nem hagytam szó nélkül. A stáb védelmében mondanám a következő dolgot azért. A Szombathely felnőtt csapata nem különösen jól szerepelt, és elhatározták, hogy mindenképpen meg akarják nyerni a bajnokságot, és mindenkit visszahoztak az NB1-es csapatból. Tehát ez olyan, mintha, mit tudom én, Banoszabót, meg Mayer Milánt, meg mindenkit, akit tudnék, visszahoznék az U19 csapatba, aki még belefér. És azt mondanám, hogy nem érdekel, ez érdekel csak, az NB1-es vagy NB3-as csapat nem érdekel. Én ezt nem tettem. Tehát lehet, hogyha én ezt elrendelem ezelőtt 2 hónappal, akkor mi nyerjük meg a bajnokságot. A fiúk játszanak, ugyan jó az, ha megnyerjük a bajnokságot, de a célunk a játékosok fejlesztése. Ez a legnagyobb cél. Szóval én nem bánom, hogy nem nyerjük a bajnokságot, vagy úgy néz ki, hogy nem nyerjük a bajnokságot, és mérges vagyok, de amikor azt mondjam, hogy haragszik, azt mondom, hogy igen. És akkor megkérdezik, de kire? És azt mondom, csak magamra haragudhatok. Pető Tibor. Tavaly írtam Honvédnak. Van egy pár srác itt az USA-ban, dél-amerikai származások, mind Európába akar menni focizni. Olcsók és fiatalok, nagyon ügyesek. Van kapcsolatom. Legyenek kedvesek felvenni velem a kapcsolatot, és lehet róla szó, ha esélyt adnának nekik. Nem is kaptam választ erre az e-mailemre. Köszönöm, hajrá, Honvéd. Tibor, azt mondja, nem kapott választ az e-mailre, szokatlan, mert mi válaszolunk. Ha vannak fiatalok, akik úgy gondolja, hogy meg kellene néznünk, küldje el nekünk a mi e-mail címünkre, ez megtalálja, tehát nem probléma. Küldje el a következő e-mail címre, scout@bhfc.hu. És írja rá, hogy kérje meg a scoutot, hogy megmutassa meg nekem is. És meg fogom nézni. Meg fogjuk mindannyian nézni. A mi véleménye a KLT, fán kérdezi. Mi a véleménye a KLT-ről? Volt már a futballházban? Igen, mi a vélemény róla? Voltam a futballházban, imádom ezeket az embereket. Nagyon szeretem. Futballház egy csodálatos hely. Mindenkinek meg kellene nézni. Kérdező Kerkápoly Zoltán, tisztelt Hemingway úr. Kerkápoly Zoltán, tisztelt Hemingway úr. Hosszú időt a legjobb játékosok Davide Lanzafame. Kérem szerintem a többi szurkoló nevében is, hogy mindenképpen tartsa meg, illetve lenne esély a véleményt kérni akár hasonló olasz játékos a leigazolására. Zoltán, azt tudom mondani, ha Lanzafame menni akar, és Lanzafame ajánlatot kap, és a klub ajánlatot kap, én nem tudom megakadályozni, hogy ő menjen. Tehát aki azt mondja magának, hogy én meg tudom akadályozni, hazudik. Ha ez történik. Hasonló olyan olasz játékosok leigazolására, hát nem tudom, tudja ez. Azt hiszem, hogy nem. Nagy szerencsénk volt ezzel a fiúval, valami őzzel. Nagy szerencsénk volt. Nagyon nehéz még egy szerepbe bele gyalogolni. Szénási Zsolt. Tiszteltem még őt. Szeretném megtudni, mikor lesz nekünk is egy szép új stadion. Zsolt, lesz. Tessék már kivárni. Nyáron elkezdik majd építeni. Ősszel. Tyson Fury. Üdvöt mindenkinek. Mi a véleménye Hegedűs Márkról és Erdélyről? A jelenleg MB2-ben kölcsönben játszó játékosok közül kinek lehet esélye bekerül az NB-s csapatunkba? Nem gondolom, hogy Tömösvár inkább egy szemfüles csatár, és nem középpályás. Az utolsó kérdés az egy szakmai kérdés, én ahhoz nem értek, arra nem tudnék válaszolni. Most Hegedűs Márkról nekem jó a véleményem,
kell természetesen fejlődnie, de az NB3-ba megállt a helyét már. Erdélyről most nem akarok itt félrebeszélni, van egy erdélyi, akit mi értékesítettünk, aki már nem nálunk játszik, és van egy fiú, akinek nagyon hasonló neve, aki hátvédet játszik, és most meg fogjuk nézni az első csapatnál. Az NB2-ben kölcsönben játszik, és körülbelül kinek lehet esélye bekerülni az NB1-es csapatunkba? Nem tudom. Egy csomóan visszajönnek, megnézzük őket, és akkor sokkal okosabb leszek. Max Gyula kérdezi. Tisztelt Hemingway, legutóbbi vlogjában jelentősebb keret átalakulásról beszélt a nyáron. Amennyiben jelen keret gerincező kulcsember távozik, pótlásról már gondolkodnak előre? Vezetőedző posztja mennyire biztos? Subka Attila eddig mindkét kisfesik országában lassabb belerázás után produkált egész évet a csapatot. Egyetértek, Attila itt lesz jövőre is. Pótlásról gondolkodunk, a kulcsemberek pótlásáról? Hát hogyne. Állandóan nézzük, kapunk el. Több mint 200 embert néztek meg. Több mint 200 emberről kaptak információt, videó és más információ, scoutjaink, amiket átnéztek. Úgyhogy mi nagyon agresszíven dolgozunk ezen. A Mihovec Zoltán, a költözés, ha lesz, lesz. Kapcsán mi a legfrissebb info? Első meccsek, még Kispesten össze? Úgy tervezünk, az MTK-hoz megyünk, akkor lehetne más, az MTK pályája valami miatt nem tudjuk használni, akkor valószínűleg nem ott kezdenénk, vagy ha valami csúszás van az utánpótlás központban, akkor lehet, hogy nem. De különben ott kezdenénk. Horváth László kérdezi, egy kérdésem, hogy a holland másodedző marad a nyáron? Holland másodedzőnek június 30-ig van szerződése, akkor megy el, tehát nem marad nyár után. Ha nem lehetne Pison Csukkatila segítője, az nem rossz Csukkatila, hogy mindenki az ő helyére pályázik a szakmai stábból. Ezt a kérdést nem nagyon értem, Csukkatila vezetőedző, én nem gondolom, hogy akárki is pályázik az ő helyére, jövőjére is még szerződése van, meg vagyok vele elégedve, nem tudom, hogy mi adja ezt a kérdést. Attila, amikor idejött, megmondtam neki, hogyha lejár ez az év, és a holland másodszor elmegy, akkor választhat segítőt. Nekem Pison Pista egyértelműen azt mondta, hogy ő szeretne a második csapatnál maradni, azt tréningozni, és nem másodszori pozícióra vágyik. Na hát, kedves szurkolók, kedves barátaim, ez volt az utolsó kérdés, amit megválaszoltam. Remélem, hogy olyan válaszokat adtam, hogy megfeleltek önöknek, és mindenkit várok holnap a Ferencváros ellen. Köszönöm figyelmüket!